No. Az első oldal utolsó bekezdése mellé szúrja be a bal margóhoz, igazítva a szerkezet. Nem hagytam ki semmit. Basszus kulcs. Látjátok, ilyen könnyű tévedni? Nézzétek meg, visszanéztem, és itt az ötöst megcsináltam. Az első cím utáni első bekezdést állítsa be félkövér stílussal. Ezt nem csináltam meg. Már is buktam. Egy-két pontot. Tehát, megvolt a gugyír, az első oldal utolsó bekezdése mellé szúrjon be bal margóhoz igazítva egy szerkezett JPEG képet, a kép méretét arányosan 3 és feles szélességűre szegélyezze vékony vonallal. Azt mondja, hogy lejövök ide valahova, mert ugye nem tudok máshova beszúrni, beszúrás, kép, szerkezet, beszúrás. Először átméretezem, méret, pozíció, szélessége 3, mondom, 3,5. Méretarány megtartásával. A szöveggel nem kell egy sorba, hiszen itt nem lesz köze a szöveghez, hanem a szöveg elé helyezem, és az elhelyezést pedig beállítom, hogy igazítás balra zárt, és méghozzá a bal margóhoz. Tehát nézzük meg, hogy ott van-e, ahol kell nekem, és csodák csodája nagyjából ott van. Még azt kell, hogy szegélyezze vékony fekete vonallal, tehát a szöveg körbefuttatása, nem, butaságot csináltam, kép formázása, bum bum bum, hol van? Itt van. Vonal, folytonos vonal, fekete, rendben vagyok. Ctrl-S. Valamit a pozíciójáról volt szó? Nem. Utolsó bekezdés mellé. Én az utolsó bekezdésnél vagyok, a mellett vagyok. Hát akár lejjebb is húzhatom ide egy kicsit. Nézzenek, na most sikerült. Jó. Ctrl-S.